Jó napot kívánok! Akkor elkezdenénk a programot. Szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm vendégünket, Sivaram Szvámi. Bizonyára hallottak már Sivaram Szvámiról, mint a Krisna tudatú hívők vezető lelkésze és spirituális tanító. És nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy az írói tevékenysége is igen komoly. Mivel már gyermekkorában elhagyta Magyarországot, ezért neki angol nyelven természetes írni, de minden könyve le van fordítva magyar nyelvre. És 25 évvel ezelőtt jelent meg az első kötete, és azóta 23 könyv követte ezt, 11 cím alatt, ha jól tudom, és ezek között vannak sorozatok is. Tehát ez azt jelenti, hogy évente, szinte évente egy kötet. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen célból ír, milyen késztetésből ír, ez egy irodalmi késztetés, vagy valami más oka is van ennek a tevékenységnek? Amikor fiatal voltam, de amikor Kanadába mentünk Montrealba, és 7 éves körülbelül, akkor 8 vagy 9 éves voltam, amikor anyukám vett egy írógépet, és én voltam otthon egyedül iskolában, és akkor szállították a írógépet, és behozták, és akkor rögtön elkezdtem. Hát ez akkor az egy ilyen mechanikus írógép volt, és a mai világ az úgy nagyon primitív, és én nagyon sokat olvastam, szüleim nagyon bátorítottak, hogy olvastak, elvettem volna ilyen könyvboltba, és akkor én is itt órákig itt néztem volna másféle könyveket, és vásároltam is mindig, mert könyvtár volt. És abból kezdtem inspirálva lenni, már úgy akkor írtam, elég sok dolgot írtam, persze nem nyomtattunk semmit, és amikor apukám meghalt, már Montrealban volt, mert nem költözött Torontóba. És amikor költözött, akkor felhívott itt Magyarországon, mit csináljak mindezekkel a irodalom, ami nekem van, amit írtál, versek, inkább rövid mesék, és drama, azt szerettem élni. És mondtam, hogy ez erre nincs szükség, és akkor ezt mind valahová kidobta. De aztán ez, amikor én is csatlakoztam Krisna tudathoz, akkor egyik fő tevékenységünk az osztani a könyveit lelki tanítómesteremnek. És több irodalmat, több könyvet, filozofikai könyveket, lehet mondani, hogy teológiai könyveket, Bhagavata, ezeket fordította, és Simán Bhagavata halmozik. Ilyen 64 kötet volt. És akkor nagyon megszoktuk, és ahogy ő is kifejezte, hogy a könyv írás, nyomtatás és osztás, ez a mi családi üzletünk. Vállalkozásunk. Igen, vállalkozásunk. Ez a mi vállalkozásunk. És amikor Prabhupada elhagyta a világot, akkor én is úgy gondolkodtam, meditáltam, és egy ide után, amikor már volt nekem
több idő, akkor elkezdtem írni az volt 25 éve. Ami jelenti, hogy az 25 év után, hogy én egy szerzetes lettem. És hogyan illeszkedik így a napi rutinjába az írás, milyen szerepet foglal el a lelki tevékenységei között? Hát volt, és most én nekem már nincsen adminisztratív, vagy másféle felelősségem. Szóval én nekem most sokkal lazább már az élet, a másoknak átvonatva a felelősség, mondjuk itt a Magyarország és a Mindenes országok, Románia, és a Románia, Bulgária, Törökország. Ez most már nem az én ügyem, most már 45 éves vagyok. De mindig hasonló helyzet volt, ami korábban egy kicsit más volt, hogy akkor egy pár óra, amit tudtam csak írni, mert nem volt nekem kora reggel felkelünk, és akkor nekünk a mi szertartásunk kezdődik 4:30. És akkor hát nekem ott kellett lenni, és aztán leckét adni, előadást tartani, szóval az egész reggel elment, és valahogy próbáltam úgy reggel beosztani egy kis időt, és úgy ezeket összeadva, akkor úgy tudtam írni a könyveket. És az írás is egyfajta meditáció önnek, egyfajta lelki kapcsolódás? Igen, de befejezem, mint amit korábban is akartam, hogy most én nekem van sokkal több időm, szóval általában úgy felkelek 3-4-kor, és akkor az én mantra meditációmat csinálom. És a Hare Krishna mantrát mondom. És ahogy azt befejezem, akkor elkezdek írni, ami azt jelenti, hogy általában 5-től délig, vagy 12-ig, akkor csak írok, szóval az van 6-7 óra, és aztán fürdök, ebédelek, és akkor a más maradék kötelességem van, akkor azokat délután végzem el. És hogy hát nekünk és nekem ez, ugye mert a téma az mindig ugyanaz, a téma az Isten, Krishna, magyarázni a nagyon mély filozófia, ami kezdődik abban, hogy nem vagyunk ez a test, és ez is nekem egy meditáció, úgy hívjuk, hogy bhajan. A Bhagavad Gita-ban Krishna mondja, sarvam bhajati mam. Szóval ez nekem ugyanaz, mint amikor csinálom a mantra meditációt. És enged engem elmenni, mert legalább a fele idő nekem elmegy olvasni. Szóval a témákon kell nekem kutatni, amit vagy számítógépen van kutató program, fólió, és akkor abban tudok számítógépen bevonni, csak 1000 könyv. És akkor, hogyha van egy téma, akkor azt mind átolvasni, és az egyik nagyon fantasztikus dolog, és azt a másik, hogy így kifejezni az, amit valaki megírt, arra kell tudni, hogy megértjük. És
hogy nem csak valamit hallottam, és úgy elment a fülem mellett, hanem igazából megértem, és meg tudom magyarázni, és az volt nagyon fantasztikus dolog lelki tanítómesterem stílusa, írás stílus, hogy függetlenül milyen komplikált téma és komplikált irodalmat fordított szanszkritból angolra, olyan egyszerű stílusa volt, hogy azok, akik nem voltak rászokva, én mérnök voltam, szóval én nem olvastam filozofikus könyveket, vagy vallásos könyveket. De ugyanakkor meg tudtuk, a vonzó volt, és meg tudtuk érteni. Szóval igen, ez is a mi meditáció. És ezek a könyvek, amiket írt, most nem az aktuális könyvekről kérdezem, hanem amiket írt, ezek érthetőek a napközönség számára is, vagy kiknek, kik a célközönség, ha lehet ilyet kérdezni, kik lesz vannak? Hát vannak igazából három célközösség. Egyik azok, akik nem hallottak a Krisna tudatról, és meg igazából nem is vannak kész arra, hogy ők most szükségesen erre vagy arra a vallásról, spirituális életről szeretnének inkább hallani, és akkor ezek az újabb szvámi könyvek voltak. Aztán voltak azok, amik a kezdő hívőknek, mert csak azért, mert valaki egy hívő, az nem jelenti, hogy ő aztán tud mindent, amit kellene tudni. És azok a hívők, hát ugyanúgy, mint van egy általános iskola, egy középiskola, egy egyetem, és szóval vannak más szintek, és akkor általában vannak azok, akik igazából úgy kezdő hívők, és aztán azok, akik fejlettebb hívők. De a fő célja a teológiai könyveknek az, hogy erősíteni a hívőkbe és Istennek a személyiségét. Hogy Krisna Isten legfelsőbb személyisége, és hogy mit jelent, amikor Isten egy személy. Hogy akkor ő neki van egy formája, ő neki van tulajdonságai, ő neki vannak kedvteléseik. Szóval Isten nem unatkozik egy felhőn, hanem ugye mi is unatkoznánk, hogyha nekünk azt kellene csinálni, hanem őnek is vannak tevékenysége, és őnek is vannak társai, nincs egyedül, hanem másokkal is. Akkor most beszélgessünk egy kicsit erről a Szvámi szemével című sorozatról, aminek kapcsán összegyűltünk. Ez egy egészen más hangvételű könyv, mint az eddigiek. Ha megengedi, felolvasnék ebből egy kis fejezetet, egy rövid kis fejezetet. Lenne nekem is négy karom lenne. Döntéseink. Előfordul, hogy amikor életünk nagy keresztútjaihoz érkezünk, a választás súlya megrémiszt bennünket. Bizonytalanok vagyunk, hogy melyik irányba is induljunk, hiszen döntéseinknek komoly következményei lehetnek. Valójában minden azon múlik, mit akarunk elérni. Engedd meg, hogy adjak néhány jó tanácsot arra vonatkozóan, hogyan hozz döntéseket, s hogyan találd meg az utadat életed jó és kevésbé jó eseményeinek rengetegében. Előtte viszont egyezzünk meg abban, mit jelent maga a döntés szó. A döntés egy olyan következtetés vagy elhatározás, amit az adott helyzet alapos és figyelmes mérlegelése után hozunk meg. Mi fogja meghatározni a döntéseidet?
Ahogy már említettem, az, hogy mi az életed célja, hogy mit akarsz elérni, és hová szeretnél eljutni. Nagyon fontos, hogy már a legelején legyél tisztában azzal, hová tart, miről szól az életed. Ha elsősorban az anyagi javak megszerzéséről, indulj el a materializmus ösvényén. Ha viszont a lelki fejlődést részesíted előnben, kövesd a spiritualitás útját. Döntéseinket az értékrendünknek megfelelően kell meghoznunk, de van egy alapvető, a létezésünk lényegéről szóló kérdés, amely az összes választásunkat meghatározza. Mi van az életed középpontjában? Az anyag vagy a lélek? Ha a lelki fejlődés a fontosabb számodra, valójában nincs szükséged arra a nagy presztízsű kimerítő munkára, sem a hatalmas házra vagy a nagy autóra. Olyan jövendőbeli társat választasz majd magad mellé, aki mindebben egyetért veled. Ha tudod, hová tart az életed, az hatással lesz arra, hogy kivel házasodsz össze, hogyan éled a mindennapjaidat, elfogadod-e az előléptetést, és így tovább. Mindezek a tényezők persze meghatározhatják az otthonod méretét is, ami pedig azt is befolyásolhatja, hogy hány gyermeknek tudtok életteret biztosítani a családban. Az alapján hozzuk meg tehát mindennapi döntéseinket, hogy azok támogatni fogják, avagy inkább megnehezítik a legfőbb kérdéssel kapcsolatos választásunkat. Az anyag fontos számomra, vagy a lélek? Ha az adott helyzet kedvez a végcélodnak, fogadd el. Ha nem kedvez, utasítsd vissza, és haladj tovább választott utadon. Az én életcélom lelki, ezért azt az utat választom, amelyik a Krisna völgyi templomunkba vezet. Ha te is spirituális beállítottságú vagy, gyere, tarts vele! Tehát ez a két kötet, ami a Swami szemével címet viseli, ez egy egészen más hangvételű írás. Mi hozta létre ezeket a könyveket? Hát 5 éve, vagy igen, 5 év, utolsó 5 évben csináltuk ezeket a kis videókat, úgy hívják, hogy vlogok, és aztán ezeket internet, Facebookra felraktuk, ami próbálja ezen a médiumon, ez a társadalmi helyzet, eszközbe, hogy ebben bevonni embereket egy kicsit jobban a gondolkodásra, hogy miről szól az élet, ki vagyok én, hova megyek. Sokszor nincs idő embereknek dolgozni, annyira elvannak sorolóban. És ezek nagyon népszerű lettek. Egy idő után, és ennek ez úgy működött, hogy akkor mi kidolgoztunk ott egy stáb, és akkor Matti Davivel együtt, ő volt a főnök, és akkor kidolgoztunk témákat, és akkor én írtam a forgatókönyvet, írtam egy forgatókönyvet. És akkor így folytatódott a dolog, és azt hiszem, hogy ő hozta fel ezt az ötletet, hogy annyi forgatókönyv van, amik ilyen rövidek, szóval ezek 2-3 perc, van egy pár, ami úgy hosszabb, 5-6, 8 perces is, de nagyon ritka, körülbelül 150 van. Itt is van valami anyag, itt is van valami írt anyag. Hát forgatókönyvben senki nem fog olvasni, szóval ebből át kellett írni, és kellett csinálni valami, ami akkor így úgy néz ki, mint hogyha valaki leírta. Ami nem könnyű, valamikor még
könnyebb lett volna csak nulláról kezdeni és rendesen írni, mint hogyha átváltozni valamit, ami mondva volt. De ezt az anyagot ebből akkor gondoltuk, hogy követjük ezekkel a könyvekkel, mert sokszor kérdeznek emberek, vannak valami dolgok, és most nem csak a Bhagavad Gita, de valami, ami a Swami írt, és amit én általában írok, szóval ez egy időknek van a első, vagy a második kategória időknek van. De ez azok, akik nem hisznek általában a Krisnába, de érdekli őket a spirituális témák. Ezek annyira érdekes témák, hogy én miközben olvasgattam, arra is gondoltam, hogy olyan gondolatébresztőek, hogy olyan ülésekre, vagy ilyen találkozásokra is alkalmat adhatnának, mert hogy annyi kérdés felismerül az emberben, miközben olvassa ezeket a kis szösszeneteket, hogy például, amit felolvastam, ez is egy olyan érdekes téma, ez a döntés, hogy sokszor az ember itt a rossz döntései után tud igazán ezzel a kérdéssel foglalkozni, ha egyszer csak úgy megvilágosítja mondjuk egy rossz döntés, és hogy mikor valójában tényleg, hogy mennyire fontos lenne minél hamarabb tisztázni ezt a kérdést, mert hogy olyan sok szenvedésen tud az ember keresztül menni, míg aztán végül oda keveredik, hogy föltegye magának ezt a lényeges kérdést. Igen, igazából nekem ezek voltak a legnehezebb könyvek írni, mert a másik az úgy nagyon könnyű, én csak úgy megmondom, hogy mi az, ami már végtelenül sokszor le van írva, csak egy kicsit modern nyelvbe, példákba, és az én stílusomba. Nem úgy, de itt igazából úgy kreatív kell lenni, és pont az, hogy most egy másik közösségről van szó, és akkor itt nem szabad túl vallásos lenni. És az is valamikor nehéz, hogy hát nem tudok lenni az, ami vagyok, hanem akkor próbál kell lenni, hogy oké, egy Swami vagyok, de ugyanakkor itt, hogy nevelni gyerekeket és ilyen témákról beszélni, de sosem ne legyen annyira túl bensőséges, vagy ne legyen túl szigorú, bevonó legyen, gondolkodó, hogy igen, emberek, és főleg ez a, nekem ez a két téma, egyik, hogy gondolkodjanak emberek, ki vagyok én, és hogy megértik, hogy mi külön vagyunk ettől a fizikai testtől, mi egy lélek vagyunk ebben a testben, és mit jelent a lélek? Mi a léleknek a tevékenysége, amit mit csinál a lélek ebben a világban? És a másik, hogy mi a célunk, életnek a célja? És erről többször volt nekünk ebből több videó, hogy most arról szól az élet, hogy jó, itt vagyunk Magyarországon, iskolába megyünk, valami szakmákban dolgozunk, család, gyerekek, öreg leszünk, meghalunk. Szóval erről szól az élet, hogy minden, amire törekszünk, akkor ennek mind vége van, és nincs semmi más. Arról szól, hogy itt egy pár éve, 70 éve, 80 éve, több száz éve vagyunk ebben a világban, és minden megszűnik. Szóval ez annyira értetlen dolog, elképzelés, egy olyan világban, ami meg egy nagyon komoly világ, és minden olyan szépen van szervezve, és mindenben vannak ok, és akkor most az életünknek nincs semmi más ok, hogy végre meghalunk. És mit kell, mi az, amit fogunk mi most elérni? Mert ebben a
verzióba minden, ami belértünk, megszűnik. Ami azt jelenti, hogy igazából nem értünk el semmit. Most beszélek, mint a teológus, hogy nem elvesztjük semmit, az azt jelenti, hogy nincs igazából értelme az életnek. Szóval itt a logikusan elgondoljuk. Szóval itt kell, hogy van valami más, és ez persze úgy van azért, mert azonosulunk avval a dologgal, ami ideglenes. Ez a test. Én testem, a te tested, a családomnak, a gyerekeimnek, minden más, akit ismerek, magyarok, angolok, kanadaiak, vagy mint ebben a példában, én úgy gondolkodok, és megértem, hogy hogy kell működni ebben a világban, mint egy lélek. Amikor a test, az csak egy ruha. És viselem ezt a ruhát, de nem vagyok ruha. És a ruha nem határozza meg az életemet. Szóval ez a lelki élet, amit mondjuk, hogy igazából úgy élni, mint egy lélek. És ezt megkülönböztetem a vallásoktól. Mert vallásra szükségesen lelki élet, lelki van valami itt, de ott sincsen tiszta elképzelés, hogy még mi a önvaló, vagy még ki Isten. Igen, én úgy érzem, hogy ez nagyon jól sikerült ezt a hangnemet megtalálni, amivel valóban fel tudja kelteni a nagy közönség érdeklődését, ezek a témák. Szóval nagyon jó lett ez. Ebben nagyobb szerep játszik a csoportnak, vagy a stábnak a szerepe. Ők mondják, ez így nem lehet, ez most túl vádul, ez most túl Krisnásnak hangzik, és ez egy kicsit jobban megérthető kell lenni a világnak. Egyik újféle dolog, hogy az életemben általában nem így kommunikálnak. De nagyon jó, nekem is jó példa van. Akkor most fel is teszem a lehetőséget, vagy a közönségnek, hogy aki akár ismeri a könyvet, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor valakinek valamilyen kérdése, felvetése van, akkor szívesen válaszol rá, Shiva Ramaswami. Odaadjuk valamelyik mikrofont. Hogy... Igen, hogyha valaki szeretne. Mit értesz? Azon mindig az első személy nagyon bátor kell, hogy legyen felszólottak. Esetleg olvasta valamelyik könyvük önök közül ezt a bármelyik kötetet? Csak egy. Többen. És mit gondolnak így ennek a hangvételéről, ha szabad kérdeznem, valaki tudna erről egy saját tapasztalatú véleményt megosztani. Ennyi, Andi, már felelőttem vagyok. Kinek adhatom a mikrofont? A belőlegesen az életes mértékben ott a belmagasnavé várakoztam, és azt mondom, nagyon jó, hogy ennek populáris. Nagyon sok embert megfigyik érintele, és ennek teljesen igaza van, hogyha valakit ezt megéri, és miért akarja tanulmányozni, ez egy benne kapó filozófiához. És azon ez nagyon-nagyon törekvés, és sokat látok hozzá. Köszönöm szépen. Igen, hogy ne. Azt szeretném megkérdezni, hogy elég idős koromban találkoztam Krisnával. És most is elszorul a torkom,
amikor emlékszem arra, hogy először mentem Krisna völgybe. Az egy olyan élmény volt nekem, ami meghatározó. És nem győzök hálás lenni Krisnának. És ez azért tetszik nekem ez a vallás nagyon, mert vidám, boldog, és szereti a zenét a vallás, csodálatosak a szertartások, és hát majd még szeretnék elmenni dolgozni, és Krisnavölgybe szolgálatot adni. És még azt meg szeretném kérdezni, hogy mennyi idős volt, amikor úgy teljes mértékben Krisna hívő lett, amikor nem volt semmi kétség. Ez mennyi idős korában? Hát van kb. 20 éves, amikor kezdtem úgy, amikor először elolvastam a Bhagavad Gita-t, és én kezdtem látogatni Montrealba a Krisna központot, és velük úgy találkozni. De 24 éves voltam, amikor igazából beköltöztem a templomba, pont 50 éve volt. Gratulálok. És köszönöm. Én köszönöm szépen. Még valaki? Akkor én azt szeretném még kérdezni, hogy a dedikálás előtt, hogyha valakit, mint az úr is mondta, hogy ennyire megérint ez a könyv, és felkelti az érdeklődését, mit olvasson, mi legyen a következő könyv, amit a kezébe vesz, hogyan haladjon tovább ezen az úton? Hát a fele, nem tudom pont, hogy a könyvben benne van, nem emlékszem, hogy a fejezetekben benne van, de a videóknak a kb. 50%-a legalább, akkor ott a végén felszólítottam, mint főlelkész, és akkor mondtam, hogy olvassák a Bhagavad Gita-t, és énekeljenek velük is. Hogyha igazából komolyan akarnak megérteni, hogy honnét jön ez a tudás, ez most nem én ötleteim, én most nem kitaláltam valamit, ez igazából a különlegessége. Hát persze mindegyik vallásnak így kell lenni, hogy nincsenek új ötletek. Lehet, hogy van új módszer kifejezni az örök valóságot, mert valóságról van szó. És az eredeti forrása mindezeknek a gondolatoknak, ez a Bhagavad Gita, ami 700 versben Krisna úgy magyarázza ezt a kettő fő témát, hogy ki vagyunk mi az önvaló, és mit csinálunk mi itt a világban, miért szenvedünk. Mert öregszünk a szenvedés. Még amikor bejövünk a világba, az is szenvedés. Úgy fejezzük ki, hogy hát angolul másképp mondják, hogy élünk. Igazából hát nem angolul, magyarul is úgy mondjuk, hogy mi élünk itt a világban, de igazából mi nem élünk. Mi halunk meg, mi megyünk a halálnak. Ez egy folyamat, ami 50-60 évig, vagy amennyi évig tart, és akkor elhagyjuk a világot. Szóval Bhagavad Gita magyarázza ezeket a dolgokat, mint egy hihetetlen erővel, logikával, szépen kifejezve, és hát mindenki szeret, már a mai világban mindenki ismerte, hogy mi a kirtan, vagy a mantra, vagy a mantrázás, vagy főleg a meditáció. Ezekből a témákból végtelenül sok félreértés van, és nagyon sok könyv van írva sok félreértésről,
és sokféle értő vagy vezető emberek, guruk vannak, akik magyarázzák az ő saját gondolatukat, de itt nincs saját gondolat, itt csak van a valóság. És a valóság az nem az enyém, nem valaki másé, az nem keresztény, vagy zsidó, vagy hindú. A valóság az egy. És az abszolút igazság, az abszolút valóság, az az Isten, és az is egy. Nincsen kettő előre. Szóval mindig próbálom, és persze hát a meditáció, a mantra, hogy próbálják ki, mert hogyha kipróbáljuk ezt a mantrázást, akkor ennek rögtön tudjuk látni a hatását. Én naponta ez valami rózsafűszer, itt 108 golyó van, mindegyik golyót mondjuk egyszer ezt a mantrát, ami egy rövid mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. És ez Istennek a neve, ami nagyon külön veszi ezt a mantrát más mantrákról, és közvetlenül Istennek a nevei, három név, Hari, Krishna és Rama. Ugye Istennek végtelenül sok neve van, de ez a három fő neve. És Bhagavad Gita-ban Krishna mondja, Vatyat Savagamam Dharmyam, ez a szanszkrit nyelvben, hogy lehet tapasztalni ennek rögtön az erőjét, a hatását. Szóval, hogyha próbáljuk azok, akik olvassák a könyveket, jó, próbálják meg, hogy mit jelent ez a mantra, és fogják látni, még hogyha csak 5 percet naponta csinálják, meg fog változni a tudatuk. És amikor, mert a tudatunk annyi, hát arról szólnak a könyvek, hogy fogja az író befolyásolni a tudatunkat. De mi az eredeti tudatunk? Ugye a tudat az a léleknek a jellemzője, a léleknek az eredeti állapotja. Szóval mi az eredeti tudatunk? Mielőtt magyar voltunk, mielőtt férfi vagyunk, vagy nő, vagy mérnök, vagy ügyvéd, vagy ami más, mi a mi eredeti tudatunk, és azért hívjuk ezt a Krishna tudat, ami eredeti tudatunk, az, hogy mi Isten tudatos vagyunk. És visszajönni erre az Isten tudatra, akkor vagyunk igazából önmagunkkal. És ezt próbáljuk vezetni a Bhagavad Gita felé, de főleg a Bhagavad Gita felé, amit a lelki tanítómestere fordított és magyarázott, de sajnos megint annyi Bhagavad Gita van, amikor valamilyen írónak van egy üzenete, amit át akar adni, és akkor használja Bhagavad Gita-nak a hírnevét és Krisnának a szavait arra, hogy ő ad valami nem Krisna tudatos üzenetet. Akkor még egy utolsó kérdést engedjen meg. Sokszor szóba jött a lelki tanítómestere, hogy egy pár mondattal meséljen nekünk arról, hogy mit jelent az, hogy lelki tanítómester, és hogy miért fontos a spiritualitás után, hogy az embernek legyen lelki tanítómester. Magyarul lesz egy jó kifejezés, hát hasonló, mint az angol spiritual master. Ha mindent, amit akarom tanulni, akkor megyünk tanárhoz. Szóval annyi tanárunk volt, más iskolákban, ahol voltunk, és mindig szükséges, hogy egy tanártól tanulunk, és a tanár igazából
csak képviseli a tankönyvet, és magyarázza, hogy érthető legyen. Önmagunk csak olvasni a könyvet, az azért nagyon nehéz folyamat úgy lenni. Szóval, és ők nem találnak ki, most nem azért tanárokkal elkezdi, hogy hát én meg fogom tanítani a gyerekeket, hogy 1+1=3, de hát nem 3, hanem 2. És akkor ez a kötelessége tanárnak, szóval a lelki tanítómester is csak valaki, aki tanítja, hogy mi van a Szentírásban. Amikor itt vannak hasonló, hát ugye a keresztény vallásokban akkor vannak a papok, vagy van a pápa, a paptól, meg fel a pápáig, és ezek mind igazából a lelki tanítómesterek, akik ismételik, vagy kellene ismételni, ami van a Bibliában. Hasonlóan iszlám, akkor ott meg ismételik minden, ami meg Koránban van. És a hindu, hogyha valaki igazából egy hindu, akkor követik a védikus irodalmat. És addig, amíg követjük, és helyesen magyarázzuk meg, mit jelent helyesen megmagyarázni, hogy igazából kell egy lelki láncolat. Mint a matematika tanárok, hogy magyarázzák meg. Hát ők magyarázzák meg, mint ahogy a korábbi matematikai tanárok magyarázták meg, hasonló vázlattal, magyarázattal, ötletekkel, és ők is ugyanúgy tanítják meg a matematikát, a geometriát és stb. És ugyanígy szükséges, hogy guru, vagy lelki tanítómester nem jön, ahogy korábban említettem, valami új magyarázata a Szentírásból, mert végre egy könyv, egy statikus dolog, szóval azt lehet így magyarázni, és lehet úgy, hogy lehet csavarni, pont megérteni mindig, egyértelmű lenni, hogy mit mond, az van lehetőség. És akkor honnét tudom, hogy igazából mi a helyes magyarázat, mert a korábbi lelki tanítómester, is van egy lelki láncolat, ami akkor meg megy vissza Istenig. Mert ő az eredeti lelki tanítómester. És mindent ismételünk, lehet, hogy más kifejezés saját szavunkba, de az eszencia az mindig ugyanaz. Köszönöm szépen. Akkor... És a probléma, hogy amikor vannak lelki tanítómesterek, akiknek ötletük van, új dolgot vezetnek meg. Most nincs új dolog a világban, vagy nincs új dolog a vallásban, nincs új dolog az abszolút igazságban. És főleg mi, akik vagyunk feltételezkötött lelkek, és főleg aki valaki egy feltétel, és nem egy felszabadult lélek, akkor ő neki nincs a kapacitása új dolgot, vagy megértést adni, tökéletes, ő neki igazából kell ismételni. Ez egy kicsit más, mint ugye a magyarul, hogy mondják, plagiarism? Nem tudom. Plagizálás. Ja, plagizálás. Szóval ez egy rossz dolog. Hogyha egyik író kivesz ötleteket, és már majdnem már lemásolja, amit egy másik író mond, hogy akkor ő egy csaló, nem írt egy könyvbe. De a lelki szinten pont igazából erről van szó, nem hogy csak akkor ugyanúgy már csak kinyomtatom a saját nevemet, amit valaki más mondott,
de a magyarázat, az eszencia az mindig ugyanaz marad. Új ötlet nincs. És azért mindig kell tudni támogatni. Hogyha valaki mond, egy lelki tanítómester mond valamit, akkor rá kell kérdezni, ezt hol mondja a Szentírásban. És kik azok a korábbi lelki tanítómesterek, akik így magyaráznak. Szóval Szárus Asztra Gurúval Kircsi Téti Korija Ajtja. Van a Szentírás, és vannak a tanárok, azok, akik egy lelki láncolat, ami meg úgy megy vissza, ami meg biztosítja az integritását, amit van leírva az új előadás, magyarázat, egy témán, akkor ez mindig biztosító van, hogy ahogy megértjük a Szentírást, hogy mindig úgy, újabb közönség, újabb generációkra azt meg a magyarázat. Szóval nekem a felelősség, hogy igazából mindegyik őszinte hívónak a felelőssége, hogy az én tanultam valamit a lelki tanítómesteremtől, és akkor most az én saját szavaimban én ugyanazt ismételem, mint amit én hallottam tőle. Köszönöm szépen! Esetleg ezzel kapcsolatban valakinek felmerült kérdés, megjegyzés? Kérdezni, hogy olvasom azokat a könyveket is, amik így a Krisna tudatóhívet megszólnak, és ezeket is, és nagyon sok tudományos hivatkozás van benne, de ugyanakkor van a magának az irodalmi műnek egy nagyon szép irodalmi stílusa, és hogy az írás során hogyan születik ez, hogy hogyan lehet ezt ilyen művészen létrehozni, hogy nagyon sok a tudományos hivatkozás és a jegyzetek, ugyanakkor önmagában is egy nagyon szép irodalmi mű, hogy hogyan születik ez. Hát ez a stílus. Mondjuk ez az én stílusom, ami lehet, hogy valamennyire hasonlít a lelki tanítómesterem, majd végre egész életemben átolvasom az ő könyveit, de köszönöm szépen, de valamennyire külön is. Lennének mások, akik nagyon a filozófiai oldalon, vagy a másik azok, akik úgy inkább mondhatom, hogy Kisnának a kedvteléseiről írnak. Én próbálom egyensúlyozni a kettőt, és így jön ki. Akkor ezek szerint sikerült. Ilyen megismerő szavakat hallhattunk. Esetleg még valaki? Akár spirituális témában, könyvvel kapcsolatban. Csak egy rövid kérdést tartottam a végére. Hallván ezt az idézetet a könyvből, szerintem, hogy invitálják is az érdeklődőket, akik érdeklődését felkeltik az e-fajta témát, invitálják is, hogy menjenek el tapasztalatnak személyesen, gondolom a tapasztalat az egészen másabb lehet, mint csak olvasni és hallani erről. Viszont az utolsó kérdésem az van, hogy készülnek-e, hát nem felmérések, inkább úgy mondanám, hogy érkeznek-e visszajelzések arról, hogy vannak, akiket éppen ezek a könyvek ragadtak magukkal, és ennek kapcsolatban ezt a könyvet jól nem tudod, miért. Ez jó. Fog
kellene nekem ismételni. Igen, tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy ezek a művek, illetve maga a közosztás, mert gyakorlatilag a könyvosztás a legfőbb, az egyik legfőbb prédikáció a Krisna tudatú híveknek, hogy ennek van-e valamilyen felmérése, visszajelzése azzal kapcsolatban, hogy a könyveknek kapcsán hívek lesznek az emberek, vagy hát megjelennek tehát hogy hat rájuk az írás, és akkor ennek hatására hívekké válnak. Hat, mert hát itt vagyunk. És nem csak én, ugye több ezer Krisna hívő Magyarországon, nem is tudjuk nehezen tudni, hogy pont mennyi, ugye a központ mindenhol, nagyobb városokban, országban. Azért, mert a valóságnak van egy, angolul mondják, hogy the ring of truth, nem a gyűrű, hanem a ring, hogy mondják, van ilyen magyar kifejezés. Igen, szóval van egy rezonanciája a valóságnak. És amikor látod, amikor a nap feljön, akkor itt van a nap, akkor ez egyértelmű, most nincs vita. Szóval hasonlóan, amikor a valóság, az is van, mint a nap. A nap létezik, való, itt nincsenek vélemények róla, és ugyanúgy a valóság. És azért, amikor ezek a könyvek, vagy a mi szentírásunk, azok a könyvek, amikor igen, osztjuk, és mások olvassák, akkor megváltoznak. És hogy lehet érteni, hogy valóság? Mert vannak, nem tudom, elég sok Bhagavad Gita volt itt korábban, amikor néztük a listán, csak egy van, de több volt. De ezekből a Bhagavad Gita-ból, Vekerdinek van, és mások magyarázat. Hány Krisna hívő lett? Ennyi. Nulla. Nulla hívő. De miért, hogy ezekből a Bhagavad Gita-ból a világon át millió és millió hívő lett, amikor olvasták? És még nem is Indiáról van szó, hanem itt, ugye, én nekem meg egy zsidó és keresztény háttér van, és ugyanúgy mások. Ez nem a mi vallásunk, nem a mi kultúránk. És miért az, hogy most, hát ez nem így öltözik egy általános magyar ember. De miért vagyok itt, miért öltözök itt, miért van ez, mi vagyunk kopasz. És miért idézem ezeket a furcsa szanszkrit nyelv? Mert ez annyira átváltozó, ez hoz egy változatot, mint itt, ahogy a néni korábban említette, amikor elment Krisna völgybe, akkor ez ilyen lélek transformációt csinál, és látom, hogy hát igen, ez az a valóság, amit én igazából kerestem. Tehát, ha jól értem, arról beszélt, hogy a Bhagavad Gita-nak is többféle magyarázata, verziója van, de amit az ön lelki tanítómestere adott magyarázatot, az tárja föl azt a valóságot, aminek kapcsán az emberek tudnak ezzel, fel tudják magukban ezt a, tehát megérinti őket, és felidéződik bennük a valóság. Ugye erre utalt, hogy nem mindegy, hogy az a szentírás például hogyan van magyarázva, hogyan van átadva az embereknek. Szóval amikor Bhagavad Gita-nak is tudod, hogy a Hamsarva Szöprahavó, én vagyok mindennek a forrása.
de van, amikor mások azt úgy, hogy fordítják, vagy aztán magyarázzák, hogy ez csak valami irodalmi kifejezés, de ez nem egy természeti valóság. És nem fogadni el, hogy most, mert avval kell kezdődni, hogyha most abban kit Krishna, hogyha egy közönséges ember, akkor ez csak valaki másnak a véleménye, és valami jó filozófiát olvasunk. De hogyha Isten, akkor ez akkor valóság. És akkor a valóságot, akkor el kell fogadni úgy, ahogy van. És azért is a Bhagavad Gita, annak a címe, amit mi hoztunk, az Bhagavad Gita úgy, ahogy van. Mert sajnos nagyon sok Bhagavad Gita van, amik nem úgy, ahogy van, hanem másképp van. Nem engedi, hogy Krishna beszéljen, hanem valaki más beszél. Igen. Ez egy nagyon, ez az. Nagyon fontos kérdés. Igen. Nagyon szépen köszönjük akkor a jelenlétet. Sivaram Szváminak nagyon szépen köszönöm a... Én köszönöm szépen vendégeket, a lehetőséget. Köszönöm a... Én is köszönöm a társadalmást, és hogyha valaki szívesen vinne a könyvekből dedikálva, akkor most lehetőség van, hogy legyenek kedvesek idejönni, és akkor Sivaram Szvámi aláírja a kötetet. Köszönjük!